Krisztina Réka vagyok, és ez egy csodálatos, nagyon bulizós szilveszteri smink lesz, amit csak olyan csajoknak ajánlok, akik eléggé belevalóak ahhoz, hogy viseljenek egy ilyen intenzív, feltűnő sminket. Viszont én nagyon jól érzem magam benne, és nekem nagyon tetszik, remélem nektek is fog. Hogyha igen, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Ez a kis vicces kis pontocskás kinézet, ami nem túl vonzó egyelőre, viszont nagyon szépet fogunk belőle varázsolni. Mielőtt elkezdtem felvinni ezeket a sminkeket az arcomra, egy krémet használtam, előtte letonizáltam, az nagyon fontos, hogy sminkelés előtt letisztítsuk az arcunkat, és utána használtam ezt a Base Primert, ami highlighter és primer is egyben. Meg kell várni, amíg egy kicsit megszárad, és aztán fel is lehet vinni az alapozót. Én, amit mondtam, ilyen kis pontocskás mozdulatokkal szoktam, azért, mert így mindenhova nagyjából egyenletesen tudom felvinni az alapozót. A szemem alá pedig a Makeup Plaza-ról rendelt, mivel hogy itthon nem igazán lehet kapni e.l.f. termékeket, concealer, primert raktam egyben. A szememben simán csak elkenem, de alul azért fontos, hogy ezt a mozdulatot használjam, mert ezzel sokkal több termék és fog itt maradni a szememnél, amíg fönn elkenem, és nem lesz annyira vastag a fedés. Egy nagyon jó kis borline ecsetet fogok használni. Utána az alapozóval meg tényleg teljesen tökéletes fedést fog biztosítani. Tehát, ha az alapozással kész vagyunk, én korrektorozni szoktam, egyrészt a problémásabb területekre, másrészt pedig a szem alatti karikáimra. Van egy kedvenc ecsetkészletem, amiben szinte minden ecset benne van. Szintén a Makeup Plaza-ról rendeltem, meg is mutatom. A második legnagyobb púderesetet szoktam használni a púderhez. Nem tudom, ez a legkényelmesebb mostanában. Rendben, ezzel készen is van. Ezután bronzosító következik ezzel a formájú ecsettel. Ez az egyik kedvenc ecsetem. Ide a csontra és a csont alá szoktam felkenni. Ez egyébként nagyon vékonyítja is az arcot. Akkor ezzel is vannak. Ezután a pirosító következik. Ezt egy ilyen angled de hát nem tudom az a baj, hogy magyarul milyen neve, Angled Brush angolul itt szokták hívni. És egy 78 színű személy púderpaletta, és hány 6 színű blush pirosító paletta. Az, amit fogok használni, ezt szintén a Makeup Plaza-ról rendeltem, bocsánat, most belevilágítottam a szemetekbe. Ezt a pirosító, ez a kedvencem, és ezt is fogom most használni. Vagyunk. Most pedig a szemöldök következik, ami egy nagyon-nagyon fontos momentum a sminkelésnek, hiszen a szemöldök az, ami keretezi az arcodat. Először is
eligazgatom szépen a szálakat, hogy olyan irányba álljanak, amilyen irányba én szeretném. Ezután pedig egy ilyen kisebb méretű sminkecsettel, ami szintén a palettából van, és szintén ilyen felde, fogom elkészíteni a szemöldökömnek a keretét, és ezzel fogom úgymond feltölteni is. És ez az a szín, ami az én szemöldökömre a tökéletes. Ugyanezt a szisztémát követem, először meghúzom az alsó szemöldök vonalat. Ez egy sötétebb szemszaruza, szemöldök. És nagyon óvatos. Puha mozdulatokkal csinálom meg, mert ha rányom nem, akkor nagyon-nagyon sötét lenne nekem. Jó. Szemöldökkel kész is vagyok. És akkor most térjünk el a szemre. Mivel ez egy szilveszteri parti smink, ezért ez egy nagyon intenzív kék és fekete árnyalatokból álló smink lesz, ami csillog és nagyon feltűnő. Úgy szoktam kezdeni, hogy egy szemszeruzával megcsinálom az alapot, hogy minél tartósabb legyen a smink. És a szemhéjem többi részére pedig a fekete szemszeruzából fogok felvinni. És a feketével is fogok kezdeni, mert a kéknek kell, hogy legyen majd fölül. A fekete ez egy ilyen alapszín lesz benne. Fogom is ezt az ecsetet. Ezután egy sokkal csillogósabb fekete szemhéjpudert fogok használni. Bentre fel is rakom, most egy másik ujjamat fogom használni, az ezüstösebb árnyalatot. Királykék, szintén csillogós szemhéjpudert. Azt fog következni, hogy egy sötét barnával először elkezdem blendingelni, tehát így egy olvasztani ezeket a harsh line. Ezeket a nagyon erős, nagyon egybevonalakat, és kicsit árnyékolni fogom őket. Erre egy úgynevezett blending brush-t fogok használni, amit szintén a Makeup Lazáról rendeltem. Lehet simán tiszta ecsettel eldolgozni a színeket, de én jobban szeretek egy másik színt használni. Tehát, ahogy mondtam, most egy sötétebb barna fog következni ehhez. Nagyon óvatos kézzel kell egyébként csinálni. Az a technikának a titka, hogy nem szabad erősen rányomni az ecsetet, és türelmesnek kell lenni. De talán még egy színt fogok használni a szememen. Méghozzá ezt a sötétebb csillogósat. Azaz ugyanaz az ecset tökéletes lesz, mint amit a másik kékhez használtam. Az
azzal a sötétkék szemszerúzával, amit, vagyis hogy amivel elkezdtem csinálni a sminket, az alsó vízvonalamat szépen kihúzom. Ezzel a Ferde vékonyabb ecsetkével és egy kevésbé intenzív feketével ezzel szépen meghúztam itt alul a szemem. Ezután pedig elkezdtem felvenni a csillámot, ami a legfontosabb része ennek a sminknek. A Makeup Lazerrel rendeltem. És ilyen. Megmutatom a hátulját, ha pontosabban ki lehet olvasni. Egy ilyen vékony és keményebb ecsettel belenyúltam a csillámba, így, hogy így nézzen ki. Újra árnyékolni fogom a szememet, viszont most már a világosabb barna színnel. Most egy kis cica szemet fogok húzni. Szemhéjpussal. Akkor ezután már egyetlen egy lépésünk maradt, és ez a lépés a műszempilla feltétele lesz. A Makeup Lazerrel rendeltem szintén. És felrakjuk a szempilla spirált, amivel egybe dolgozzuk a műpillákat, a valódi pilláinkat. Is vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, tényleg remélem, hogy tetszett, és esetleg kipróbáljátok ti is, ezzel mentek bulizni a szilveszteri hatalmas bulira. Reméljük, nagyon jól fog tenni nektek a 2014-es szilveszter, és hogyha ezt a sminket használjátok, akkor gyönyörűen léphettek át a 2015-ös évbe. Szóval köszönöm! Ha tényleg tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, mert még nagyon sok videót szeretnénk csinálni. Sziasztok!